Erre sose sajnáld a pénzt. Ez már így jó üzlet. Igen? Kornél, itt nem lehet várni. Azonnal cselekednünk kell. Értettem, Katika. Intézkedem. Kornél, se kopogás, se semmi, bejössz ide, földobod a lábad, hát mit képzelsz? Mi a tisztelt igazgató úr? Úgy gondolom, mindig egyetértetünk abban, hogy ön, mint igazgató, megbukott a intézmény falai között. Mint tudja, én már tavaly is diákigazgató voltam, és hát, hogy mondjam, elég jól végzem a munkámat. Szóval, idén át szeretném öntől venni a úgynevezett trónját. De úgy gondolom, elég jóban vagyunk egymással, szóval most még felajánlom önnek, hogy ezt önként felajánlom. Hogy mondtad, Kornél? Szerintem te egy leszerepelt diákigazgató vagy. Ez akkora szemtelenség, hogy én nem is tudok mit reagálni. Neked itt nem teremnek babérok. Őrök, kísérjétek ki. Ezt mi megemlegeti? Katika, itt drasztikusabb lépések lesz szükségünk. Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Szeretném bejelenteni, hogy új osztálytársatok érkezik a nap folyamán. Fogadjátok szeretettel majd a igazgató úrnak a lányát, Rázsi Jászmint. És akkor szeretném kérni az igazolásokat, illetve az érettségi jelentkezési lapot, amiket kiírtam osztálycsoportban. Meg is nézem ki ez az újcsal. Mi volt a neve? Rázsi Jászmin. Rázsi Jászmin, rá is keresek. Azt mondja, Rázsi Jászmin. Fenn sincs ilyen.
Fencs is Facebookon? Biztos nem egy jó csaj. Gatyagolja magát. Azt hittem már van jó csaj, de át. Reménytelen mindegyik. Egy. Várjuk. Hallottam róla, Ofi mondott valamit, de hát most majd ide lenne valami jót is volt, mi? Hát nagyon remélem, hogy valami jó nő lesz, mert majd tényleg különböző. Figyelj, oké. Hol, ez jó lesz. Na, nézzük meg Putina. Rosszki! Most jön be! Tök már békén, szívleszett a nagyon nyomival. Persze, pírt, nagyon szívesen, hogy néz ezt. Ez mit számít az, hogy hol van? Bízzál bennünk, hagyjad nyugni még, házit kell másolnom, ára még meg fog mutatni. Tehát nekem erre nincsen idő, jó? Hagyjad meg ezzel a nyomival. Szóltunk, tanulgassak. Sziasztok! Sziasztok! Jó napot! Na, tartózkodjunk itt ezektől a megjegyzésektől, jó? Nem az a fontos, hogy hogy néz ki egy lány, hanem hogy hogy csinálja a töltött káposztát. Na, szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye valószínűleg osztályfőnök már mondta, hogy érkezik hozzátok egy új tanuló. Íme itt van, úgyhogy most megkérem, hogy mutatkozzon be egy kicsit. Sziasztok! Jászmin vagyok. Az igazgató új lánya. 18 éves, és Egri vagyok. Köszönjük, akkor foglalj helyet valahol. Jó, keressél magadnak egy szimpatikusat. Az a szoknya. Adhatna magát. A haja. Hát megfésülhetne. Rosszki, nézd már azt a csajt. Róla beszéltünk. Hát ez nagyon extra. Azt Jól nézek ki, jól ruhám, meg nem tudom. Te sem vagy. Maga biztos, sárga. Megyek, felszedem. Na, Zsak. Na. Virágot is viszek. Jó. Nagyszerű. Legyen olyan jó, mint buliban. Jó, oké. Szia, Jászmin. Ne haragudj. Boti vagyok, az osztálytársad. Jászmin. És bejött az osztályba, hát azt mondja, hogy nagyon megtetszettél. Nagyon szép vagy, meg csillognak a szemeid is, hogy azon gondolkoztam, hogy elmehetnénk-e kávézni, vagy valami. Hát, de várj, hogy virágot is hoztam neked. Köszönöm, tetszik. De nagyon szép, de nekem az izmos a fiúkénél, de meg... Nem vagyok... Ez a haircut, ez elmehetnénk bárdásokba. Bocsász. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Egy jó napot, Gyuri bácsi! Szép jó napot kívánok, Mester! Kérhetnék 11 darab A-osztályú vodka feles. Lehet, mi a baj még? Hát a nő. Hát mindig általán, mindig azoknak a bajoknak a középpontjában hát, ők. Tudja, már csak Gyuri bácsi. Tudom, megöregettem.
Na, mit tett ki megint ez a Szilágyi Sengél oldal? Micsoda? Hogy ezt a DH-bot itt mindig kiafolják? Ki a izé írta ezt? Aj, erre innom kell. Na, ennek véget kell vennem. Most elmegyek és kigyúrom magam. Köszönöm szépen, Gyuri bácsi. Egészségedre, fiam. Nagyon finom volt. Várj, kicsettem van. Még egy feles marad. Lehet már jönni? Tényleg nagyon jó. Várjál már, biztosítottam. Na, viszontlátásra. Minden jó, gyere. Szia, Boton! Látom, nagyon gondterheltnek tűnsz. Gyere, ülj ide mellém, leszek a pszichológusom. Hát, tanár úr, az a helyzet, hogy már régóta nézem magát, és olyan izmos, erős, jó formában van, és tapadnak magában ő. És én is így szeretnék kinézni. Mi? Adjon tanácsot, hogy ez hogy érjem el? Figyelj, én igazából nem járok sehova, se konditerembe, semmi. Viszont van egy nagyon jó cuccom. Ez micsoda? A neve Monster Beef. De ez egy annyira jó cucc, hogy igazából meg kell, hogy gondoljam, hogy odaadom-e neked, vagy nem. De mi, nem tudom, hogy érted-e, hogy miről van szó. Ja, hogy pénz. Aha. Hát, apukám adott szemvicse. És pénz. Hát. Figyelj, ezt elfogadom előlegnek, de szerintem még menj egy kört az iskolába. Vagy hívd fel még apát. Az az igazság, hogy van még nálam pénz, de azt nem szívesen adom, hanem az osztálypénz. De hát, üssek ő, megéri ez. Itt van nálam 10 000. Erre sose sajnáld a pénzt. Ez már így jó üzlet. Köszönöm szépen. Itt a cucc, Boton. Jaj, most megyek is kigyújni. Hát ez kicsit fájt a pénzszercánnak, de hát a tanár úr ajánlotta, biztos megéri. Na, mitől lehet ilyen különleges ez a protein? Azt mondja, hogy kinyitás előtt simítsa meg 3-szor. Hát jó, akkor nézzük meg. Te meg ki vagy? Én vagyok a mindenható Jean. Jean, ne szórakozz már velem. Nem szórakozott, fiú. Ebből jöttél ki? Igen, évtizedekig be voltam abban a fejébe dobozba zárva, de te most, ebben a pillanatban kiszabadítottál. Ezért lehet 3 kívánságod, de jól becsülnek, hogy mit kívánsz. Most csak álmodok, igaz? Nem, fiam. Ez a valóság. 3 kívánság. És már mondhatom is az elsőt? Persze, kezdjél bármikor. Jó, akkor tudom is, legyen az az első kívánság, hogy így mutasd meg, hogy gyúrjam ki magam, hogy bejöjjek Jászminnak. Ez nem lesz könnyű munka, de megteszek mindent. Akkor kezdjük is. Kezdjük. Ha
Van az osztályunkban ez a botond, és itt ő valami nagy diák jelölt, vagy micsoda. Úgy csak jelölt? Én már igazgató vagyok. Az igen, apukám. Na és hogy tetszik az iskola? Hát, nem olyan rossz azért. Vannak itt elég jó palik, mint például te. Húha, komolyan gondolod? Igen. Figyelj csak, holnap lesz az El Clasico meccs. Mit szólna hozzá, ha átjönnél délután, és utána maradnál kicsit Netflixezni? Levő vagyok rá. Nagyszerű. Értek legyek. Jó. Fú. Most már tényleg szólnom kell Botinak. Te komolyan sírsz? Gene. Szóval, Botton, mi is a te kis problémád? Az Gene, hogy egyszerűen kigyúrtam magam, felöltöztem rendesen, jövök be a súlyba, és azt látom, hogy Kornél ellopta Jászmint. Ezzel nem tudom, mit csináljak, pedig kigyúrtam magam. Úgy érzem, gyógymódot keresek. Gondoltál már a második kívánság? Második kívánság? Jó, akkor legyen az. Úgy segíts meghódítani Jászmint. Nem mondtam, megpróbálok minden tőlem tehetőt. Szevasz, Buda! Szevasz, Boti. Újság van. Semmi jó. Hát, az biztos. Istenet mesélek neked. Tudod, van a mostani diák igazgatod a Kornél, nem is tudod. Ne is mondd! Nem kedveled? Ezért ellopta a csajomat. Nem mondod. Izével, a Jászminnel ott hencegett a folyosón. Igazából még egyelőre nem lopta el, de tudok egy nagyon fontos dolgot, mert el akarja lopni. Mert hogy tényleg? Tényleg el akarja lopni. Ezt te hol hallottad? Hát ez úgy volt, hogy... Itt drasztikusabb lépések lesz szükségünk. El kell rabolnunk az igazgató lányát. Komolyan, ezt meg kell akadályoznunk. Halljátok? Láttátok már Botit? Fú, nagyon kigyúrta magát. Úristen, nagyon smash. Jászmin! Úristen, csajszik, olyan sztorim van. Literálisan hihetetlen. Na gyere, bestim! Ülj le! Na figyeljetek, csajszik. Tudjátok, van ez a Kornél. A diákelnök. Beszélgettem vele, és elhívott engem ma találkozni. Azt mondta, hogy 2 óra múlva találkozunk, szóval jó lenne, hogyha segítenétek elkészülni. Úristen! Most írt! Autót fog értem küldeni, akkor jobban kell sietnünk. Na tudod mit? Segítünk.
Csajszik, ez bombasztik! Most azonnal hívom Botit. Szia, Boti! Most azonnal ide kéne jönned a Szilágyi Skolihoz. Aha, úgy jó lenne, ha mondjuk most igen. Jó. Szia! Nem engedhetem ki Jászmint, csak ha válaszoltok három nehéz kérdésre. Állunk előtte. Az első kérdés, mi az? Négy lába van, asztal, de nem szék. Ugyan, mit szeretsz? Négy lába van. Négy lába. De nem szék. Asztal! Tényleg, asztal! Az első kérdésre jó a válasz. A második kérdés, miért jó a póknak? A póknak tud hárút szűni? Talán tud hárút szűni. Nem, a válasz nem jó a póknak. Oh. A harmadik kérdés, ez egy kicsit nehezebb, minek a képlete ez? Nem mondom, hogy nem tudod. Nagyon egyszerű, ez a trinitrotokból. Másnél a TNT. A TNT. Nagyon jó a válasz, gratulálok! Kiengedhetjük a foglyot. Úristen, Jászmin! Úristen, Jászmin! Úristen, jól vagy? Hogy csötöztek? Minden Jászmin fázol? Mennünk kell édesapámhoz. Miért? Szerintem baj lehet vele. Induljunk. Kiszabadították. Tedd a dolgod. Megteszem, amit kell. Édesapám! Már váltalak titeket. Kornél, eljöttünk. Kihívlak egy párbajra. Ha nyersz, tiéd a hatalom. Ha mi nyerünk, akkor minden visszáll a régi kerékvágásba. Elfogadod? Állok elé. Mi van? Fokozottam a Szabótól. Nagy összemoskodik nekem. Tesó, bonyózunk. Majd bonyózunk. Úristen. Én mindent tőlem tehetőt megtettem. Most már csak rajtad múlik az iskola sorsa, Boti. Na gyere, velem nem lesz ilyen egyszerű dolgod. Én megmondtam. Na mi van? Most ki a Jani? Jaj, édesapuci, minden oksi. Csak már amúgy velem nem volt az, egy hívást legalább vártam volna. Jaj, köszönöm szépen, köszönöm. Hogy hívnak, fiam? Botond vagyok. Milyen szimpatikus neve van. Köszönöm szépen, hogy megmentettetek az életemet és a leányomit. Úgy gondolom, hogy Kornélnak a pozíciója most már sokkal jobb kezekben lesz nálad. Köszönöm szépen, ez megtisztelő, igazgató úr.
Milyen eseménydús napok voltak ezek? Örülök, hogy már vége. Hát igen. Várjatok már. Még maradt egy kívánságod. Hát akkor mi legyen az utolsó kívánság? Szerintem te is tudod. Akkor szavazzatok a 11 ára és rám. Wow! Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le charme. Prétendant si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de rêver quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. C'est Jean-Michel, il vend des jarres. Aladdin, il vend du rêve. Hát sziasztok, én Csóró Lali vagyok, vagy hát Kamarás Norbert, vagy csak simán Lali, éjjel-nappal Budapest Lali. Remélem, hogy néztétek az éjjel-nappalt, és még mindig tart, ugye vége lesz novemberben, de még van. A végén lesz egy nagy csattanó, nem akarok semmit, nem spoilerezek, de jó lesz. Szóval, hogy nézzétek az RTL2-t. No, de hát ez nem a reklám helye, vagy de? Igazából a 11 át szeretném reklámozni, és Botit, az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium, vagy fasor, az Egri Szilágyi Erzsébet gimnáziumba 11A és Botira kell szavazni. Mert én biztos, hogy rászavazok. Hát ki másra szavaznék, hanem Botira, meg a 11A-ra. Gyerekek, szedjétek össze magatokat, jó diáknapot, jó bulit, és nyerje meg a 11-já! Sziasztok! Botom, és tulajdonk diák jelent, vagy micsoda. Te nem szeretnél, hogy tök valamit mondani? Ne! Gyere vissza! Gyupápi mondjál! Direkt mondani, hogy... Sziasztok! Ez a vlogunk 11. A forgatásán, vagy szavazatok ránk. Igen, Szavazatok 11. Nem, itt is vágások. Tehát, hogy képen, tehát a szögenkész, várom van, és akkor ránézünk. Mit gondolsz, Botiról? Csodás. Performance volt. Igen? Ez egy világhírű, világszintű színészkedés volt. Én azt mondom, hogy megér egy Oscar-díjat. És két órán van vele. Elkészülj. Nem randira b***d meg. Miért a pincsel? De várjál, már csapó az nem jó. Ja, van 11 darab feles polgári bácsi. Van, van. Ettől nagyobb jár. Ez nem jó, mert mocsogsz. Nem mondjál semmi gúra, jó? Téged illet, vagy valami. Meg hát Kórián nem kínoszta kizni a földön? Vállaltad? Voltál neked barátnő? De várjál, ez így biztos, hogy jó? Ne szerintem nem. Szerintem se. Nem miért? Mert hirtelen fiú leszek egy lányból. Mert hogy marha jó. Így van. Marha jó cucc. Hello. Igen? Hova nézek? Vagy már abból mit telefonnal kezembe legyek? Ja. Jó? Ez nem lehetett jó.